450 ezer parasztgazdaság juthat az idén állami támogatáshoz, amelynek megszerzéséhez a kormány nem szabja feltételül a nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék befizetését. Tavaly a minisztérium 18,5 milliárd dinárt fordított a hektáronkénti 14 ezer dináros juttatásra. Dusan Petrovic mezőgazdasági és kereskedelmi miniszter rámutatott arra, hogy hasznosabb volna a terület alapúról áttérni a terméshozamon alapuló támogatási rendszerre. Több hónapos adatfeldolgozást követően jutottak erre az eredményre, és a jövőben hatékonyabban használják majd fel az agrárköltségvetési eszközöket, hogy jelentősen növekedjen a mezőgazdasági termelés. Aki többet fog termelni, nagyobb támogatáshoz juthat, nyilatkozta Petrovics a Tanjugnak.